Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a Fehérvár Televízió minden kedves nézőjét. Városrészek titkai című sorozatunkban egy héttel ezelőtt már a belvárostól kicsit távolabbra eső település részekről beszélgettünk, városrészként Kisfaludról és Csaláról. Most is errefelé látogatunk, de amiről még eddig nem volt szó, az Börgönd. Most is segítségünkre lesz a műsor állandó szakértője, Váci Márk, a Városkutató Intézet topográfiai munkatársa, akit nagy szeretettel köszöntök a stúdióba. Szervusz Csilla, köszöntöm a nézőket, és köszönöm az újabb lehetőséget természetesen. És Börgöndöt nem lehet megkerülni, és Börgöndről nem lehet úgy beszélni, hogy ne legyen szó a repülőtérről, és ha repülőtér, akkor az Albatrosz Repülő Egyesület, melynek elnöke Szilárdi Dezső. Köszönöm szépen, hogy vállaltad a szereplést. Én köszönöm a meghívást. Az egyik kedvenc témát gondolom, amiről beszélni fogunk, hiszen hívhattunk volna autószerelésről is az Öreghegyről, de most inkább másról lesz szó. A repülőtérről, ami nagyon fontos a város életében, és nagyon szép történelmi múltra tekint vissza. Kollégáink segítségével majd képeket is fogunk látni egyes épületekről és emléktárgyakról és a repülőtérről is. De hát akkor kezdjük el a meghatározásról, hogy mettől meddig Börgönd. Börgöndnek azt a területet nevezzük, ami Székesfehérvárnak a klasszikusan vett város területétől délkeletre helyezkedik el a Dinnyési fertő száraz uratán, Dinnyéssel határos egyébként, és az ottani természeti környezettel. Magához a faluhoz képest azért a repülőtér ez lényegesen kiesik. Ennek különböző okai vannak, nyilván majd erről fogunk beszélgetni. Tehát egy hatalmas egy területről van szó alapvetően. Maga Börgönd egy néhány utcából álló kis település, ahol különböző utca elnevezések találhatók meg igazából. Tehát itt nem tudjuk azt a behatárolást alkalmazni, vagy kategorizálást, amit ugye szoktunk a városrészek kapcsán, hogy milyen utcanévtípusok találhatók meg itt. Köztársaság utca az egyik legnépesebb igazából, található egy Gárdonyi utca, Nádas utca és még néhány, inkább a természeti környezetre és a környékre utalnak egyébként, de nincsen egy olyan úgynevezett névcsokor, ami mondjuk jellegzetesen Börgöndhöz tartozna. A Gárdonyi utca Gárdonyi Gézára vagy Gárdony településre? Gárdony településre vonatkozik, ugye a Gárdonyi Géza utca az író utcák között található meg. Rádióműsorban beszéltünk ugye utca és tér elnevezésekről, és ott szóba került, hogy hát a Velencei tóhoz tartozó településekről nincsen utcanév. Hát egyet azért mégiscsak sikerült találni, ezt a Gárdonyi utcát itt Börgöndön. Börgöndön van ilyen. Milyen múltra tekint vissza Börgönd? Már a római korban is egy lakott település volt, és aztán az avarkorban folytatódott ez a lakott jellege, és igazából a mai településnek az őse 11. században alakult ki. Majd ugyanazon a pusztásodási folyamaton ment keresztül, ugye a török időkben, mint Csala és Kisfalud, és aztán az 1730-as években a Ciráki család szerezte meg, tehát az ő birtokuk lett. Ugye Lovasberényben volt az ő birtok központjuk, és ugye ez volt egy ilyen csatolt puszta település igazából, amelyen az 1890-es években szervezték meg a települési iskolát, tehát ekkor még önálló iskolája volt Börgöndnek. 1936-ban kezdték el kiépíteni magát a repülőteret, az épületkomplexummal és a teljes területtel együtt, és 1988 volt az a nagyon fontos év, 33 évvel ezelőtt, amikor Börgöndöt Székesfehérvár közigazgatási területéhez csatolták, tehát innentől kezdve Székesfehérvár Börgönd puszta néven emlegetik általában. A Cirákiak kastélyt, kúriát építettek? Hát volt egy kisebb kúriájuk egyébként ezen a területen, illetve majd beszélni fogunk magáról a temetőről, ahol az ő családi sírboltjuk megtalálható. Jelentős építményt egyébként nem hagytak maguk után. Uradalmi épületek voltak természetesen ezen a területen, ezek közül egy az, ami még megmaradt, ezt majd meg fogjuk mutatni. Nyilván ennek ma már teljesen más funkciója van. Börgönd arról híres, hogy olyan összetartó, jó hangulatú település, ez vajon minek köszönhető? Itt már akár kérdezhetem Dezsőt is, hogyha erről tudsz valamit, hogy vajon mitől van az, hogy ott annyira összetartanak az emberek, olyan családias? Hát én azt gondolom, hogy a településnek a mérete. Tehát egy település minél kisebb, annál inkább ismerik egymást az emberek, és ha egy ilyen közösség ki tud alakulni, akkor az saját magát teszi élhetővé és lakhatóvá.
Én azt gondolom, hogy ebben rejlik az ereje a Börgön településnek, hogy nem egy óriási, és egy kicsit be is van határolva, tehát valószínű, hogy talán ezt a méretet tartani is fogja. És ami abszolút érdekes és meglepő, hogy Börgödnek van idegenforgalmi vonzata is, köszönhető ezt egy kis tónak, és az ott készült vállalkozásnak. Igen, hát ugye a Dinnyesi Fertőnek van egy nyúlványa igazából, egy kis tó, a Fertőzug, mint olyan, ahol ugye egy állatsimogató megtalálható. Tehát ugye ez kevésbé időszakos jellegű, mint mondjuk a repülőtérnek a különböző programjai. Tehát ez ugye az évnek egy megadott időszakában rendszeresen látogatható. Nyilván a pandémia ugye itt is keresztül húzta a számításokat, de alapvetően tényleg családi programokra alkalmas, és talán a legjobb alkalom akkor meglátogatni, amikor ugye repülőtéren éppen a repülőnap zajlik, tehát össze lehet azért kötni a kettőt egymással, vagy ha valaki a Velencei tó környékén kirándul, akkor mindenképpen érdemes felkeresni, és igaz, hogy nem Székesfehérvárhoz tartozik, de ha már a szomszédról, a Dinnyésről beszéltünk, akkor mindenképpen érdemes ide kapcsolni például a Várparkot, ami ugye ennek a Fertőnek a túlsó felén megtalálható, egy vármaket parkkal, illetve egy skanzennel összekötve. Ezt azért is gondoltam érdemesnek idehozni, hiszen Székesfehérvárról szoktunk általában beszélni, de hát azért néha érdemes a szomszédba is elkalandozni egy kicsit. Van kapocs, mert a Várparkban Szent István vára is maketben látható egyébként, úgyhogy ha már így együtt vannak tényleg, bár az útvonalat azért én keresném, mert hogyha én a repülőtérre megyek Börgönre, akkor a Székesfehérváron keresztül kell, hogy megtegyem. De maradjunk Börgönnél, és itt az ideje, hogy nézzünk is épületeket. Ugye először hagyományosan az egyházi emlékeket szoktuk felidézni, úgyhogy legyen ez most is így. Börgön rendelkezik saját kápolnával, Páduai Szent Antal tiszteletére szentelték ezt a kápolnát. 19. században épült egyébként ennek az elődje, és aztán 1920-ban építették ki a ma is látható kápolnát. Ez egy kis egyhajós, meglehetősen egyszerű kápolna, de azért a kialakításából láthatjuk, hogy rendkívül gondosan díszített, és ugye az építőmester, illetve a tervező is odafigyelt arra, hogy ugyan egy egyszerű kis puszta településről van szó, de mégiscsak egy grófi birtokon helyezkedik el, tehát egy olyan kápolnát kapjon ez a település, ami méltó ugye egyrészt a grófi családhoz, másrészt pedig ennek a településnek a lakosságához. Egyébként szerintem maga a kápolna és a körülötti park is jelzi a település meghittségét, mert tényleg nagyon gyönyörű. A következő, amiről beszélni fogunk, hát lehet, hogy furcsa, de ugye az egykori ital volt. Miért kap ilyen figyelmet ez az épület? Ugye említettem, hogy egyetlen egy volt uradalmi épület még megtalálható Börgöndön. Ez a Köztársaság utcának az egyik kanyarjában van egyébként. A Köztársaság utcáról érdemes azt tudni, hogy ez nem egy egyszerű, egyenes utca, hanem elég kanyargós, tehát több leágazása van, és az egyik ilyen kanyarban található meg ez az egykori italbolt, korábban ugye uradalmi épület volt, most pedig magántulajdonban lévő raktárként szolgál. Hát maga a látvány az nem annyira épületes, talán a korát azt tudjuk következtetni ugye magából az állapotából és a kialakításából. De hogyha valaki arra jár, most már tudja, hogy miért olyan ez az épület, amilyen, hiszen ilyen múltra tekint vissza. Fontosnak tartottad, hogy beszéljünk a vasútállomásról. Igen, azért gondoltam fontosnak, mert a vasúti közlekedés szempontjából azokat a településeket emelték ki annak idején, és azokat látták el vasútállomással, amelyeket egyébként is fontosnak tartottak. Tehát nyilván, hogyha Börgönd az 1870-es, 80-as években, amikor a vasútállomás kialakításra került, egy ilyen néptelen kis, semmi közepén lévő kis tanya lett volna, most bocsánat a tanyalakoktól, hogy ezt mondom, akkor valószínűleg nem építenek hozzá vasútállomást. Tehát megvolt a kereskedelmi jelentősége, a lakosság szám is ugye indokolta azt, hogy itt egy különálló vasútállomás épüljön, ugye ez a Székesfehérvár-Pusztaszabolcs vasútvonalon található meg, a MÁV-nak a 44-es számú vasútvonalán. Az 1880-as évekre készült el egyébként az eredeti állomásépület, különböző kiszolgáló létesítményekkel, és aztán a 20. század elején ennek az állomás területnek a két végén egy-egy bakterházat is építettek. Tehát ez egy jól kiépített és jól felszerelt állomás volt egyébként. Az összes olyan kiszolgáló épület meg
megtalálható volt itt, amire mondjuk egy mozdonynak vagy egy vasúti személyzetnek egyébként szüksége volt. Tehát a gőzfejlesztéshez például itt vizet tudtak vételezni, szénraktárral rendelkezett, ugye a szenes fűtés miatt ez is nagyon fontos volt. Volt neki, ma már ugye úgy hívnánk, hogy restie, tehát volt neki egy kis utasellátó épülete, mondjuk így, egy váróteremmel is rendelkezett, tehát tényleg egy jól kiépített vasútállomás volt igazából, hasonló, mint a balatonparti és a Balatonhoz közeli településeken. A repülőtér szempontjából volt-e jelentősége a vasútállomásnak? Hogyne, természetesen, hiszen a repülőtér, főleg a II. Világháború során a vasúti szállítás nagyon fontos szerepet töltött be a hadianyag ellátás szempontjából, és a repülőteret erről a vasútállomásról szolgálták ki a hadianyagokkal, beleértve a robbananyagot, üzemanyagot is, tehát valóban ilyen módon a vasútnak nagyon fontos szerepe volt Börgön repülőtér életében is. És akkor megérkeztünk a repülőtér történetéhez. Milyen múltra tekint vissza? Mikortól beszélhetünk repülőtérről? És ha jól tudom, ez a harmadik repülőtérre valójában Székesfehérvárnak, ezt tudják kevesen. Székesfehérvár repülés története 1916-tól datálódik. Olyan gyors volt a fejlődés a sóstói repülőtéren, hogy ezt a területet nagyon gyorsan kinőtte, és bár volt egy hullámvölgy a trianoni békediktátumot követően, hiszen akkor a magyar hadi ipart, illetve az egész hadászatot egy nagyon erős kontroll alá vették, úgyhogy a magyar kormányzatnak 1935-ben született meg a döntése, hogy rejtett módon, de próbálja fejleszteni a haderőt, a technikát és a hadsereget. Ekkor kezdődött el 36-ban a börgöndi repülőtérnek a fejlesztése, építése, és elsőként az 1/1 és 1/2-es vadász osztályok kerültek ide CR típusú repülőgépekkel. Bocsánat, mielőtt tovább szednek, vajon miért pont Börgön? Tehát miért pont az a terület, ahova került a repülőtér? Ugye az akkori térképeket, ha megnézzük, azokon még ugye értelemszerűen nem látunk autópályát. Tehát az elképzelés az volt, hogy a Sóstó, ami akkor már komolyan kiépített repülőtechnikai üzemekkel is rendelkezett, az ottani javítóbázis és az ottani repülőgépek, amelyek elkészültek, akár újonnan épültek, azok egy guruló úton meg tudták volna közelíteni a börgöndi repülőteret is. A várostól is egy kicsit messzebb akarták ezt létrehozni, hiszen, mint az később kiderült, azért ezen a repülőtéren nagyon komoly forgalom volt a II. Világháború során, és a Fehérvárhoz közeleső sóstói repülőtér is már jelentősen zavarta a lakosságot. A másik valószínű a rejtett repülőtérben volt, hogy nem akarták szem elé tenni a nyugati katonai megfigyelőknek, hogy tulajdonképpen itt egy haderőépítés folyik, a magyar hadseregnek a légierővel történő felbővítése, és hát ez tulajdonképpen sikerült is Börgön repülőtéren. Hogyha megtalálják egy helyet, mint ahogy megtalálták Börgöndön ezt a helyet, akkor mivel tud kezdődni egy repülőtér építése? Tehát gondolom lefelszállás lehetőségének megteremtése és épületek is kellettek? Az akkori repülőgépek még általában füves repülőtérrel üzemeltek, ez ott rendelkezésre állt. Viszont az összes létesítményt, hangárépületeket, javítóüzemeket, a hadianyag tároló épületeket, robbanóanyagokat tároló épületeket, ezeket mind-mind meg kellett építeni, beleértve a körleteket, az éttermeket. A Józsa Dávid, az Egyesület alelnöke, ő is egy ilyen fejben lexikon a repüléstörténet kapcsán, az angol katonai levéltárból tudott megszerezni egy olyan légifelvételt, amit a Royal Air Force repülőgépével készítettek, egy máltai repülőtérről felszállva 1944. október 7-én Börgöndről. Ez egy nagyon nagy felbontású felvétel volt,
és amikor ezt elkezdtük elemezni, akkor döbbentünk rá, hogy a mai repülőtérnek, vagy a háború utáni repülőtérnek is tulajdonképpen a kétszerese, két és félszerese volt technikában, épületanyagban, hangárépületekben, amiből nagyon kevés maradt meg mára. Az az egy nagy hangárépület, ami ma fellelhető Börgön repülőtéren, az akkor már megvolt. Tehát az a 30-as évek végén épült, és abból kettő is volt, aminek nem látjuk már sajnos nyomát. Különböző donga hangárok is épültek. Érdekes, hogy a Fehérvár repülés történetének megjelent három kötetben a leírása, és ott láttuk ezeket a rajzokat, hogy Börgönd repülőtéren lévő hangárépületek, és ezek donga hangárok voltak. De mi soha nem láttuk ezeket. Mit értünk azon, hogy donga hangár? Egy ilyen ível tetejű épület, mint ma a mezőgazdasági terménytárolókat látjuk ilyen képen. És itt szembesültünk vele, hogy na ott van. És ez a Fehérvár kötetekben, lajtai féle rajzokban megjelenik ez a hangár. És most már látjuk légi felvételen is, hogy valóban óriási volt a repülőtéren a repülőgépek elhelyezésére szolgáló hely, illetve óriási technika volt felsorakoztatva repülőgépek vonatkozásában, körbe a szántásokba, fedezékek alatt bombázók és vadászgépek állomásoztak. Ha megérkezünk a Börgöndi repülőtérre, és még nem érjük el magát a repülőteret, ott a fák alatt két oldalon sajnos romos épületek láthatók, azok mikoriak és milyen céllal épültek? Azt már a háború utáni időben a Magyar Néphadsereg építette azt a lakótelepet, ami jobbkész felől látható, a Börgönd repülőtérre tartunk. Ez tulajdonképpen azonnak a katonáknak, tiszteknek és családjainak szolgált lakhelyül, akik a háborút követően Börgöndön szolgáltak. Mi 1995-ben kerültünk a repülőtér, az Albatrosz Repülőegyesület azóta üzemelteti a repülőteret. Akkor ez egy működő repülőtér volt, a magyar hadseregnek az alakulata tartotta fenn, és ez a terület egy teljesen makulátlan állapotban lévő terület volt, saját ellátásával, közmű tekintetében, vízszennyvíz vonatkozásában. Sajnos miután a katonák elmentek, azt követően itt egy óriási értékvesztés történt, és ma már infrastruktúra nélkül tulajdonképpen romos épületek vonatkozásában lelhető fel ez az objektum. Jól tudom, hogy dolgoztak ott kis katonák, mint rádiósok? Igen, hát nagyon sok alakulat fordult meg a háború után. Azért arról még érdemes beszélni, hogy a II. Világháború kitörését követően közös repülőtér is volt, tehát a magyar és a német alakulatok is igénybe vették, mint bombázók, mint pedig vadászgépek vonatkozásában. És nagyon sok fehérvári ember, akik akkor fiatalok voltak, éppen leventék, ide vonultak be katonának, és itt kaptak kiképzést. Én nekem szerencsém volt ismerni fehérvári embert, egy nagyszerű, kiváló repülőembert, a Tarlós Józsefet, aki ugyancsak itt kapott Stuka zuhanó bombázóra rádiós lövész kiképzést. Kétszer lelőtték, a második alkalommal meghalt a pilótája. Ő csodával határos módon megmenekült, és ezt ugye a háború után jóval a 90-es évek végén történő találkozás esetén mesélt el. Egy könyve is megjelent, példaértékű az élete. Tehát nagyon sok ember a sóstói és a Börgöndi repülőtéren nőtt fel, vagy ott volt katona, vagy egyáltalán munkahelye ott volt, ami a későbbi fehérvári műszaki vonatkozású fejlődést az Ikarusz és a Videóton vonatkozásában megalapozta. Tehát tulajdonképpen a történelmi szálat a 30-as években hagytuk el, ahol elkezdődött ez a bizonyos építkezés, és már akkor, ha jól értettem, katonainak készült eleve a repülőtér, tehát nem civil használatra. Így van, rövid időszakokra azért a civilek is igénybe vették, hiszen a II. Világháborút követően a magyar hadsereg nem tartott rá igényt egy darabig, akkor sportrepülők kapták meg rövid időre a hangárépületet.
Majd elindult a Magyar Honvédség fejlesztése is a repülők vonatkozásában, és csatarepülő századot telepítettek Börgöndre is. Ezek az IL-10-es típusú repülőgépek voltak, de csak nagyon rövid ideig, hiszen pár év után kivonták őket a hadrendből. Ezután kezdődött el a repülőtérnek a helikopterekkel történő benépesítése, ami az Asbot Oszkár futár helikopter ezredet jelentette. Ez volt az utolsó alakulat is, ami ott repülős szolgálatot teljesített. Ezen kívül egyébként légvédelmi rakétások is voltak a területen. Úgyhogy a 96-ig tulajdonképpen a honvédség jelen volt a repülőtéren, és akkor 95-től pedig az Egyesület van jelen a repülőtér üzemeltetésében. Még egy picit, hogyha lehet, én maradnék a történelemnél, már csak azért is, mert a repülőtér is megemlékezik a 100 évről, hogy 100 éves ugye a Székesfehérvár repülés története, de úgy általában csak pár évtizedes volt a repülés története világszerte, akkor, amikor ez a repülőtér épült. Mennyire korszerű volt az akkori repülőellátás? Az a kiszolgáló egység, raktárak és létesítmények, azok a kor szellemének, főleg mint katonai vonatkozás, legmagasabb szintet képezték, hiszen itt a zuhanóbombázó kiképzéstől kezdve a Messerschmitt átképzésekig itt zajlott Börgöndön. Tehát a német pilótákat is itt képezték Börgöndön át az újabb típusokra, és aztán azt követően kerültek a keleti fronton bevetésre. El lehet képzelni, hogy akkor egy Messerschmitt Bf 109-es az a csúcs technológia volt. Hogy ennek a háttéripara, illetve a kiszolgáló személyzete, az is a maximális tudással kellett, hogy bírjon az akkori technikához. Tehát egy nagyon komoly színvonalat képviselt Börgönd repülőtér ilyen vonatkozásban. Mennyire érezhették a Székesfehérváron élők a repülőtér forgalmát? Bócz Lajos bácsi volt tagunk, aki már nincs közöttünk, ő IL-10-es csatarepülő volt. És ő mondta, hogy bizony, amikor Börgöndön az összes repülőgépet beindították, teljes gázt adtak a felszállásnál, akkor Fehérváron minden rezgett. Tehát óriási hanghatással bírtak ezek a repülőgépek, de akár a Messerschmitt vadászgépek is, hiszen ott a magyar pilóták arról voltak híresek, hogy ők nem egyenként szálltak fel, mint a németek, hanem beálltak rajkötelékbe, és egyszerre szálltak fel 9 gép is akár. Még a német pilóták is, akik nem voltak azért kezdők ezen a téren, még ők is elismerően csettintettek ennek láttán. De ez egy ilyen magyar virtus volt annak idején a repülőtéren, és ennek a hanghatása egyértelműen hallható volt Fehérváron, elég nagy decibel teljesítményben. A laikusként nyilván egy repülőtérhez tartozik egy irányító torony, ugye így látjuk a tévében, vagy így látjuk egyes repülőtereken. Volt ilyen Börgöndön, és van ilyen? A második világháború alatt a rádióirányítás még nem egy olyan fejlett szakaszban volt, mint manapság, viszont a háború utáni időszakban ott egy komoly toronyépületet építettek, és annak egy irányító része is volt. Radar irányítás, pályavilágítás a helikoptereknek, tehát technikával elég jól fel volt szerelve Börgönd, sajnos ebből ma már nincs meg semmi. És akkor érkezzünk meg szerintem az Albatrosz Repülő Egyesület történetéhez, amely gondolom a repülőtérrel egy időben indulhatott. Hát 1989-ben alakult meg az Egyesület. Tulajdonképpen amikor az MHS megszűnt, azt követően alakult egy űr, és fehérvári repülősök úgy gondolták, hogy a fehérvári hagyományokat tovább kellene vinni. Így ejtőernyősök, hőlégbalonosok és sárkányrepülősök voltak elsőként ennek a megalakulásnak a tagjai. És hát semmilyen eszközzel nem bírtak. Tehát még az MHS repülőterek nagyon jól fel voltak szerelve infrastruktúrával, hangárépületekkel, repülőgépekkel,
addig ezen a 10 embernek a megalakítók iratán kívül semmi nem volt az egyesületnek. És ezt követően indult el egy fejlődés. Nagyon nagy lendületet adott neki az, amikor én sárkányrepülővel kezdtem, motoros sárkányrepülővel, amikor az egyik a szakmai vezetővel leszálltunk Börgöndön, mert ahogy hallottuk, hogy van itt egy repülőtér. Hiszen azt azért tudni kell, hogy a háború után ezt a repülőteret, ezt nem verték nagy dobra, térképen se lehetett megtalálni. Ez egy titkos bázis volt a magyar néphadseregnek az alakulatai számára, és én Fehérváron nőttem fel. Tudtam, hogy van valami ott Börgöndön, de igazán közelébe sem mertünk menni. A rendszerváltozás után azért ott leszálltunk, és kiderült, hogy hadsereg még ott van, de a repülőteret nem használják, elég elhanyagolt állapotban volt. Az akkori parancsnokhoz bejelentkeztünk. Mondtuk, hogy mi nagyon szívesen üzembe helyeznénk a repülőteret, hát ő nagyon furcsán nézett ránk, azért még nem a mai időket éltük, és azt mondta, jó, akkor ő beszél a parancsnoksággal. Ez is megtörtént, és Budaörsön sikerült megállapodnunk, hogy mi rendbe tesszük a repülőteret, ennek fejében használhatjuk. És kaptunk még hozzá egy tűzoltóépületet is, ez egy óriási lépés volt az egyesület életében. Ettől kezdve tudtunk el fejlődni, azt követően már szakosztályokban is sokkal bővebb lehetőség volt, főleg amikor már hangárt is tudtunk építeni, hogy az a vitorlázó repülő szakosztály, ami aztán a motoros repülőket is magába foglalja, helyet kaphatott Börgöndön. És hát a vagyoni eszköze is ez alatt a több mint 25 év alatt a nulláról egy nagyon komoly, jelentős vagyonná gyarapodott. Itt minden egyesületi tag csak hozzátett, csak gyarapította az egyesület munkáját és vagyonát a saját lehetőségei kapcsolatai révén. Úgyhogy most tartunk ott, hogy nincs okunk panaszra, ami nagyon nagy baj, hogy a feladatok az egyesület számára megnőttek. Ugye a kadét programban is részt veszünk, nagyon nagy pilóta hiány van. Itt vannak az új technikák a honvédség számára, mind a helikopterek vonatkozásában, vadászgépek vonatkozásában, és nagyon nagy a pilóta hiány. Úgyhogy már tavaly kadéttábor tartottunk 20 fő számára. Az idén 3-ra kaptunk felkérést, egyet tudtunk elvállalni, mert Börgöndön tulajdonképpen nincs infrastruktúra. Ebben talán lesz valami előrelépés, most egy újabb hangárépületet próbálunk megvalósítani, és szeretnénk a város segítségével egy közösségi épületet felépíteni, ami egyáltalán emberivé teszi a kint létet Börgöndön, hiszen sem a mosdó, WC, szálláshely és minden egyéb az tulajdonképpen hiányát képezi ma a repülőtérnek. Ha az infrastruktúrába gondolunk bele, a víz, szennyvíz, még a villamos energia is csak korlátozottan lehet rendelkezésre, tehát van mit javítani a körülményeken. Maga a repülés és a repülő oktatás, a fiatalok képzése az viszont megy magas szinten, de hát azért szeretnénk, hogyha ez nem csak magas szinten menne, hanem emberi körülmények között is. Tehát ami most van a területen, az civil személyek repülői, illetve az egyesület repülői és helikopterei és egyéb ilyen dolgok, és folyik a képzés, de dicsekedhetünk versenyrepüléssel is, hiszen van nekünk világbajnokunk. Igen, Józsa Dávid személyében, magyar bajnokunk is van, Retei Zoltán személyében. Dávid éppen most is tábort vezet kinn a reptéren, tehát megy a kiképzés, és közben még ráér, gyorsan lever egy-két műrepülő gyakorlatot, hiszen készülnek a nemzetközi megmérettetésre. Még lóg a levegőben, de vagy Európa, vagy világbajnokságon részt fog venni a magyar válogatott, a műrepülő válogatott, és ő annak tagja, mint kétszeres világbajnok. És ha már repülőtér, Börgöndi repülőtér, akkor mindenképpen beszélnünk kell a híres, neves Börgöndi repülőnapról is, már csak azért is, mert ha én jól tudom, országos szinten a második legnagyobb.
Igen, de mondhatnánk, hogy a tavalyi év vonatkozásában talán az első, hiszen repülőnapot senki nem tartott tavalyi évben, csak mi, de egész Európa szerte törölték. Nekünk szerencsénk volt egy olyan időszakot kifogni, amikor a járványhelyzet ezt megengedte. Az idei repülőnap szervezése is folyik, épp ma lesz egy vezetőségi értekezlet, ahol döntünk a produkciók vonatkozásában, és a szokásos szeptember 12, tehát a második hétvégén, vasárnapján lesz az idén is a repülőnap. Reméljük, hogy semmilyen akadály nem görtül ennek. Honnan ered egyáltalán? Tehát, hogy ha már Albatrosz Repülőegyesület és van egy repülőtér, akkor mutassuk meg, hogy mit tud a repülés? Érdekes, mert a legelső repülőnapot 1995-ben, amikor oda mentünk a repülőtérre, akkor tartottunk, méghozzá úgy, hogy egy felvetésünk volt az akkori honvédség vezetői felé, a fehérvári veteránok repülők felé is, és pozitívan álltak hozzá, úgyhogy akkor még az ott lévő technikák is kiállításra kerültek, és próbáltunk olyan produkciókat bemutatni, amire akkor tehetségünk volt, és hívtunk meg természetesen vendégségbe is olyan pilótákat, Besenyei Péter, Verez Zoltánt, ha említem, akkor gondolom ismerősen csengenek. Akik rendszeresen jönnek is. Akik azóta is résztvevői a repülőnapnak. És miután az első rendezvény jól sikerült, és látszott, hogy óriási igény van az emberek részéről, főleg akkor, amikor egy nyitás történt a rendszerváltás követően, hogy bejöhettek egy laktanya területre, katonai berendezéseket nézhettek, repülést láthattak, ugye ez addig egy eléggé elzárt terület volt a hétköznapi emberek számára. Úgy döntöttük, hogy megrendezzük a következőt, és a végén aztán már nem tudtunk bele kicurikolni, tehát olyan volt az igény rá, hogy fokozatosan, amennyire az Egyesület képes volt anyagi erejéhez, aztán később némi városi támogatással ezeket olyan szintre hozni, hogy ma már valóban azt lehet mondani, hogy nem csak idehaza ismerik a Burgundy repülőnapot, hanem külföldön is nagyon sokan, sőt érkeznek is, látjuk a sétarepülős beszálló kártyákon, hogy külföldről is vannak vendégek. Tehát országos és nemzetközi színvonalban érdekes, és ennek is köszönhető, hogy igen, nagy nevek érkeznek évről évre, akár Farkas Bertalant is említhetjük, aki rendszeresen látogatja az eseményt. Igen, hát az egyetlen világűrt járt magyar űrhajós, aki nélkül talán nálunk nincs is repülőnap, mert szívesen jön, jól érzi magát, hiszen ez egy találkozó is azoknak a pilótáknak, repülőembereknek, űrhajósnak, akik a háború után időszakban ugye együtt szolgáltak. Nagyon sok barátság itt folytatódik, hiszen itt találnak egymásra az emberek. És hát olyan külföldi repülőket is sikerült most már idehozni, a tavalyi évben éppen egy autentikus repülőgép, a Mustang P-51-es, ami második világháború idején éppen a magyar vadászgépeknek volt a Messerschmitteknek az ellenfele. Ilyen még nem volt, tehát sikerült Szegeddel közösen megfizetnünk, mert ezek óriási pénzek, hogy Nyugat-Európából ide repüljön egy ilyen repülőgép. Úgy próbáltuk ütemezni, hogy ők a szombati napra, mi a vasárnapi napra kértük a produkciót, így bizonyos költségek feleződtek, és így be tudtuk mutatni a közönségnek ezt a csodálatos gépet. De hát ott van a Székesfehérvári, a kedvence a Delfin, és azért az is a rendezvény nagyságát jelzi, hogy a Gripenek is megmutatják magukat rendszeresen, amiből nagyon kevés van, mint tudjuk, és az ország tekintetében a legfontosabb repülőeszközök. Igen, tavalyi évben sajnos a magyar légierő nem vett részt a Burgundy repülőnapon, érthető módon, hiszen a járványhelyzetben nem akarták kockáztatni a pilóták egészségét. Reméljük, az idén másképp lesz, hiszen most már olyan forgószárnyas modern technika is hadrendben van állítva, amely a közönségnek gondolom, hogy nagy érdeklődésére tartott számot. De a tavaly előtti Gripen bemutató az azt gondolom, hogy mindent überelt. A demopilóta olyan bemutatót tartott, amire nem volt még példa, tehát óriási
öröm volt ez számunkra is, meg a közönség számára is. Ami az érdekes, hogy a pilótának az édesanyja is ott volt a nézők között, úgyhogy miután ez kitudódott, tehát produkciót követően óriási tapsol köszöntem el a közönség, hogy ilyen fiú gyereket nevelt a hazának. Visszatérünk majd még a repülőtérre emlékmű kapcsán, de most egy picit térjünk Börgön településre, és folytassuk a település bemutatását. Szintén emlékhely a következő, amiről beszélhetünk, méghozzá elég speciális, hiszen egy közúti baleseti emlékhelyről beszélünk, amiről képet is tudunk majd mutatni. Igen, hát ez ugye nem a település területén található meg alapvetően, hanem a 62-es főút mellett, egész pontosan a 38-as kilométernél. Kocsis Balázs szobrászművésznek az alkotása 2018-ban állították fel. Ennek volt egy előzménye, 1977-ben 4 tanárjelölt veszítette itt életét közúti balesetben, és ugye az ő emlékükre a szülők készítettek egy emlékművet igazából, és ennek egy átalakított, felújított változatát készítette el Kocsis Balázs 2018-ban. Van ennek egy kiegészítése, amelyen az 1963-as évtől kezdődően minden év viszonylatában ugye az adott évben elhunyt, közúti balesetben elhunytaknak a számát jelölik. Nagyon érdekes egyébként magának az emlékműnek a kialakítása is, hogyha megnézzük, hogy ugye a talapzat tetején ez a érdekes térbeli alakzat, ez ugye egy kettétört életet szimbolizál igazából. Tehát ugye, hogy a halál megszakítja gyakorlatilag az életet, úgy ez is egy ilyen jelkép, és ugye ezeknek a kettétört életeknek az emlékére áll, tehát itt ez az emlékmű. Hogyha valaki látja, és akkor itt hadd mondjam el, hogy akár személygépkocsinak az ablakából, akár kamionból, mert ugye kamionosok is nagyon sokan közlekednek arra. Nem is nagyon kell egyébként arra felé nézni, mert elég feltűnő helyen van szerintem. Tehát a közlekedés nem veszélyezteti, hogyha valaki éppen arra néz. De hogyha valaki kiszáll, mert ott meg lehet állni, érdemes megtekinteni magukat, a számokat is. Nagyon megdöbbentők egyébként. És én azt gondolom, hogy pont ezen a 62-es úton, és még sorolhatnánk néhány ilyen kétszámjegyű utat sajnos Fejér megyében, jó helyen van ez az emlékmű, mert nagyon fontos, hogy vigyázzunk egymásra, és vigyázzunk magunkra, mert mindenkinek haza kell érni valahogyan. És valójában Székesfehérváron, Szárazrét, Fekete-hegyen is van egy baleset emlékmű, ami erre figyelmeztet, hogy mennyire, tehát két helyen is, de ugye most maradunk Börgön közeli 62-es út melletti, hát monumentális, tényleg látványos emlékműnél. Ha már szoborszerű építmény, akkor tényleg van szobor is, amiről beszélnünk kell, aki Kossuthot ábrázolja. Hát a városnak a két Kossuth szobra közül az egyik. Ugye Börgöndön található meg Somogyi Árpádnak a műkő alkotása, 1970-ben a Kossuth TSZ-nek az udvarán állították fel igazából a névadónak a szobrát. Egy zárszámadó ünnepség után került sor erre, tehát még mielőtt a jó hangulat ugye elkezdődött volna, meg az eszemiszom ugye a kettő között gyorsan ugye a számfejtés és mindenek után, akkor gyorsan egy szoboravatás, majd aztán nyilván következett ugye a szokásos évnyitó ünnepség, tehát ekkor került ez felavatás, és azóta is egyébként ezen a helyen található. Egy érdekes dolog, hogy a déli összekötő útnak a nyomvonala az ugye nagy valószínűséggel itt fog kialakításra kerülni, tehát hogyha ezen a területen a forgalom megnövekszik, akkor ugye ezt a szobrot még többen fogják majd látni. Remélhetőleg olyan helyre is kerül, ahol tényleg jól látható lesz. Most egy fásligetes területen helyezkedik el, ami nagyon érdekes, hogy ugye Fehérvárnak a másik Kossuth szobra, ami 2002 óta látható, ugye az Őszutcai pénzintézetek háza előtt, Székely János Jenőnek az alkotása szintén egy ilyen fásligetes parkban helyezkedik el, és szintén egy mellszoborról beszélhetünk, tehát ilyen szempontból mondjuk az elhelyezkedésük az hasonló. Amiről beszélni fogunk, tulajdonképpen megmutattuk már a műsor elején, ez pedig egy feszület, amely a Szent Antal kápolna mellett található. Igen, ugye a rádióban már beszéltünk erről az alkotásról, akkor említettem, hogy egy luttalp keresztet, azt nagyon nehéz elmagyarázni, hogyha az ember nem látja képen. Itt láthatjuk, tehát igazából arról van szó, hogy ennek a keresztnek a végei ugye úgy néznek ki, mint egy libának a lába. Tehát egy ilyen háromszárú
úszóártyás valamit kell igazából elképzelni, és hogy pontosan mikor készült ez a kereszt, azt nem tudjuk, az biztos, hogy 2016-ban készült ennek a felújítása, és egyébként egy faragott korpusz, tehát a megfeszített Krisztusnak egy faragott képmása található rajta. Ugye ez is viszonylag ritka ma már, tehát ez is mutatja egyébként a régiségét, hogy nem egy öntött vas, vagy valamilyen fémöntvényből készült, vagy lemezből esetleg, ma már ezek is elterjedtek, hanem ez még egy valódi faragott kő, tehát nagy valószínűséggel ez a 19. század elején készülhetett valamikor. Szobrokról, emlékművekről beszélgetünk, akkor itt kell visszatérnünk a Börgöndi repülőtérre, ahol Székesfehérvár 100 éves repülőtörténete kapcsán állt fel emlékmű. Igen, a 100 éves évfordulón szóba került, hogy egy emlékművel ezt próbáljuk meg megünnepelni. Polgármester úrnak volt a javaslata, hogy hát akkor hol máshol, mint Börgönd repülőtéren állítsunk egy ilyen emlékhelyet. És úgy szintén Gocsis Balázs szobrászművész vállalta ezt az alkotást, és az ő megnézte a repülőgépeket benne a hangárba is. Amikor ezek a szárnyszerkezetek ott előtte megvalósultak, megnézegette, akkor azt mondta, hogy csodálatos dolgok ezek a repülőgépek, és egy földgömbbe építette be a világ legjobban repülő madarát, az Albatroszt. És akkor itt már vissza is értünk az Albatrosz Repülő Egyesülethez. Tehát ilyen módon természetesen egy oszlopon elhelyezett saválló földgömb és abban lévő madár, ami a 100 évre emlékezik, és azokra az emberekre, akik ez alatt a 100 év alatt ehhez a történelemhez hozzátették a tudásukat, nevüket, hiszen azért itt nagyon komoly mérnök emberek dolgoztak, nagyon komoly dolgok születtek, hiszen ha csak a Nemerére gondolunk, ami egy világhírű repülőgép, amit külföldön jobban ismernek, mint Magyarországon sajnos, hiszen a háború után ezt a rekordot ezt szerették volna elfelejtetni az emberekkel. Ennek a repülőgépnek az újjáépítése most folyik, bár a járvány egy kicsit lelassította, de szeretnénk egy repülőképes repülőgépet az eredeti tervek alapján megépíteni. Külföldről óriási figyelem irányul az építés során is, hiszen a Facebookon fönt mennek a képek és az építésről a részletek. Mitől különleges a Nemere? A Nemere részt vett az 1936-os olimpián. A Magyar Légügyi Hivatal kiadta azt az utasítást, hogy egy olyan repülőgépet kell megépíteni, ami az ott lévő nem hivatalos olimpiai számként vitorlázó versenyen részt vehet, és eredményeket érhet el. Rotter Lajos mérnököt bízták meg ennek a repülőgépnek a tervezésére, és ő egy olyan a korát meghaladó repülőgépet tervezett, amivel Berlin melletti repülőtérről a vizes játékok, tehát a tengerparton lévő Kielbe tudott távolsági és sebességi világrekordot repülni, több mint 314 kilométert, úgyhogy céltávot határozott meg, tehát megmondta az indulás helyszínét és az érkezés helyszínét. Ez azért azt kell tudni, hogy akkor a vitorlázó repülés még a világon arról szólt, hogy valamilyen hegyről a vitorlázó gépek egy siklórepülést végeztek a völgy irányába, aztán visszavitték és kezdődött minden előről. Ha a repülőgép technikai paramétereit nézzük, ez egy 20 méteres fesztávolsága repülőgép, ami óriási. Különleges ettől is? Ettől is különleges, fából épített szerkezet, és ebben a repülőgépben olyan technikai dolgokat valósított meg, ami akkor nagyban megelőzte a korát. Az egyik ilyen technikai lehetőség, hogy ő rájött arra, hogy termikeléssel nagyon sok időt veszít, hiszen az egy spirálos repülés, és a termék emeli a magasságát a repülőgépnek. Ő egy ívelhető szárnyat tervezett meg,
ami arra adott lehetőséget, hogy amikor a termékbe berepült, akkor a szárnyakat megívelte, lelassította a repülőgépnek a sebességét, hogy minél több időt töltsön el a termékben. Amikor abból kiírta, akkor ezt az ívelést megszüntette, és nagyobb sebességgel folytatta az útvonalát. Ez maga a repülés is, delfin repülésnek hívják, az ő nevéhez kötődik. Ő repülte ezt a világon először. Tehát nem csak nagyszerű mérnökember volt, aki napközben rajzolta a szelvényeket, aztán lehozta motorkerékpár rajzokat, és a Solstói repülőtéren az akkori kiváló repülő építő famunkások, azok pedig azonnal gyártásba vették. A döntés januárban született, és júniusban már készen volt a repülőgép, tehát a tervezés... Most egy kicsit lassabb. Nagyon lassú, hiszen óriási tudást elveszítettünk azáltal, hogy közben ez alatt az idő alatt azok az idős szakemberek sajnos már nincsenek közöttünk, tehát mindent az alapokról kell kezdenünk, és bizony nem egyszerű ma ezt a technikát újra megvalósítani, de kitartóak vagyunk, úgyhogy meg fog történni. Évről évre láthatjuk a haladást. Egyébként ez a gép csak bemutató jelleggel épül, vagy fel is fog szállni? Repülőképes állapotba szeretnénk megvalósítani, ami annyit jelent, hogy repülni is fog. A berepülő pilótája Józsa Dávid lesz, és ami az érdekessége, hogy már külföldi repülőnapokra kapott a repülőgép meghívást, hiszen Németországba, Berlinbe, Berlin melletti Landors repülőtéren ennek híre van ennek a repülőgépnek. A franciáknál híre van, hiszen mondom, ezen az olimpián olyan világrekordot repült, amit hosszú éveken keresztül, majdnem 20 éven keresztül nem tudtak megdönteni. És ha egyszer elkészül, viszi Székesfehérvár és Börgönd hírét is. Úgy legyen, vissza kell térnünk még egy kicsit a településre, hiszen említettük a műsor elején, hogy a temetőről még beszélni érdemes, hiszen a történelmet őrzi. Igen, hasonlít igazából egy falusi temetőhöz, tehát lehetne azt mondani, hogy nincsen igazából semmi különlegessége, de van egyébként. A Ciráki család alapította, 1899-ben már Károly János is említést tett róla Börgönd kapcsán a Székesfehérvár, illetve Fehérvár megyét tartalmazó munkájában, tehát ebből is láthatjuk, hogy azért elég nagy jelentősége volt ennek. Ugye volt itt a Ciráki családnak egy saját kriptája, tehát egy saját sírboltja, és ugye itt temetkeztek. Láthatjuk azt is, rendkívül egyszerű kis kőkeresztek jelzik egyébként ezeket a temetkező helyeket, viszont nagyon szép természeti környezetben található meg maga a temető, és egy kis fasor, egy kettős fasor vezet el igazából magához a családi sírbolthoz, tehát egy ilyen bevezető úton érkezünk meg igazából az ősi családnak a nyughelyéhez, és emellett természetesen az 1800-as évek második feléből, az 1900-as évek első feléből, a 19.-20. század fordulójáról is láthatók itt régi síremlékek, hogyha valaki Börgöndön jár, akkor mindenképpen érdemes ide is ellátogatni. És ma is ide temetkeznek a börgöndiek? Hát én úgy tudom, hogy igen, részben ide temetkeznek, és nyilván a Béla úti temetőt is használják, attól függően, hogy ugye kinek hol nyugszanak az ősei a városon belül. Én azt hiszem, hogy összefoglaltuk Börgönd történetét együtt a repülőtér történetével, és talán valamelyest a jelenéről is tudtunk beszélni. A repülőtérre még a jövővel kapcsolatban egy kicsit visszatérnék. Milyennek látod most a repülőtér jövőjét? Bizakodóan Magyarország repülőtereinek fejlesztéséről készült el egy anyag, amiben Börgönd nagyon jó helyen szerepel. Aztán tavaly év elején született egy kormányhatározat Börgönd repülőtér fejlesztéséről. Ez egy fontos lépés, mert jó pár évvel ezelőtt az MVP, a Modern Városok Programban ugye a repülőtér fejlesztése, mint fejlesztendő terület az belekerült. És a város pedig most dolgozik, most kerül éppen kiírásra az a közbeszerzés, ami a megvalósíthatósági tanulmányt fogja elkészíteni. Mi a háttérben próbálunk egy nulladik típusú beruházást végezni, hogy addig is működni tudjunk, amíg ez megvalósul.
Ez két hangárépületet jelentene, illetve amit említettem, a város segítségével ezt a közösségi épületet, ami azért tartalmazna oktatótermeket, éttermet, kávézót, tehát egy olyan kiszolgálást biztosítana a repülőtérnek, ami egyébként majd része lesz a későbbiekben a regionális repülőtérnek, ami viszont nagyon fontos a város számára, hiszen ha van egy kisgépes légiközlekedési desztináció, az olyan lehetőségeket nyit meg a város számára, amire ma még nem is gondolunk talán, de látjuk a nyugat-európai példákat, hogy ahol egy repülőtér megvalósul, ott körülötte olyan iparok, iparágak, főleg a repüléshez kötődő, repülőgépgyártáshoz kötődő iparágak települnek le, amik nagyon magas hozzáadott értéket képviselnek. Reméljük, a Börgönd is ilyen lesz. Élvezetes volt a beszélgetés, nagyon szépen köszönöm mindkettőtöknek, köszönöm Váci Mártnak, a műsor állandó szakértőjének és a vendégünknek, Szilárdi Dezsőnek is, illetve köszönöm a Fehérvár Televízió nézőjének is, hogy velünk voltak, Börgöndöt mutattuk be ebben a műsorban. Viszontlátásra!